Jelenleg 5-6 jelölt is van a Magyar Úszószövetség elnöki posztjára, de egyáltalán nem biztos, hogy közülük sikerül elnököt választani. Ezt az a Tóth István mondta, aki hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentette az Úszószövetség volt elnökét, Wiener Gusztávot. A kikért iratok szerint az ügyben érintett lehet a lemondott elnökség több tagja és az Úszók Szövetségi kapitánya Sós Csaba is. Pontosan tudja, hogy amit csinál, az jogtalan, törvénytelen és alapszabályellenes. A Magyar Úszószövetség küldöttei néhány hete egy emberként fordítottak hátat a 7 hónapja megválasztott elnöknek. A szövetség elnöke ekkor még nem értette, hogy miért menesztették. Nem indokolták se a közgyűlés tagjai, se a lemondott elnökségi tagok igazából azt, hogy miért ingott meg a bizalmuk irántam. Nekem ezt el kell fogadnom. A háború azonban itt nem ért véget. A Honvéd Kossuth Lajos Sportegyesület szentendrei elnöke Wiener Gusztávot hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentette. Tóth István szerint az elnök törvénytelenül vett fel embereket, és elnökségi határozat nélkül használta a szövetség bankkártyáját. A világbajnokság ideje alatt 2 szállodában is foglalhatott lakosztályt magának, budapesti lakosként is különösnek tartottam. Most mindenki az elnökön igyekszik elverni a port, mondta, de legalább ekkora felelőssége van az elnökségnek is. Az elnökségi tagok jelentős része valamilyen úton, módon megbízási szerződéssel sok százezer forintot kaptak havonta. A kikért iratok szerint érintett a szövetségi kapitány Sós Csaba is, aki az újabb közgyűlésség a szövetség ügyvezetője. Amin a legjobban megdöbbentem, hogy a szakmai alelnök, szövetségi kapitány, bizottságok, több bizottság elnöke, dr. Sós Csaba, a Aquarage Kft. Nevében az ő szakmai tanácsáért 762 ezer forintot fizet ki a Magyar Úszószövetség havonta. Mélységesen fölháborít, egyrészt jogi kérdéseket is fölvet, másrészt erkölcsileg mindenképpen, hiszen a Magyar Úszószövetség alelnöke, szövetségi kapitánya több mint 500 000 forintért ad tanácsot, amit neki kötelessége lett volna. A megszerzett iratokból az is látszik, hogy a számlát kiállító Kft.-t Sós Csaba lakcímére jegyezték be. Hornyák Viktor megerősítette, a szövetségi kapitány tulajdonában lévő Kft. Havonta 762 ezer forintot számlázott tanácsadásért, míg az államtól a kiemelt edzői programon keresztül havi 400 ezer forintot kapott a tanszék vezetői fizetésen felül. Ebből az iratokból az derült ki, hogy itt a elnök, elnökségi tagok, alelnökök, nagyon mélyen bele nyúltak a zsebükbe a Magyar Úszószövetségnek és az állami pénzeknek. A saját Kft.-kre küldik a pénzeket tanácsadásért, ami hivatalból meg kéne csinálni. Egészen odáig elmentek, mondta az igazgató, hogy ebbe a családtagokat is bevették. Arra is van példa, tette hozzá, hogy 2 régió vezető közös Kft.-t alapított és arra utaltatták a pénzt. Nem volt kontroll. Az a helyzet, hogy a legnagyobb főnök lopott, a kis főnökök meg maguknak lopták. A Bénert elnézte nekik, ők elnéznek a Bénertnek. Telefonon kerestük Wiener Gusztávot és Sós Csabát, a Magyar Úszószövetségnél üzenetet is hagytunk, de hiába.